Sziasztok! Egy újabb szerűen az adást láttatok, hallottuk, ami részben folytatása az előző adásnak, vagy hát videónknak ebben a rovatban. Ugye megjelent végre az időkereke, Wheel of Time angolul. Ugye első évadának első része, sőt mindjárt három epizódot osztottak meg, ami azért ritkaság, már általában vagy egy epizódot szoktak megosztani. Ha esetlegesen egy dupla epizód van, bár manapság egyre ritkább, akkor maximum kettő, de nem hármat. Vagy ugye az a megoldás van, hogy a Netflix lenyomja az egész évadot egyszerre. Ők egy harmadikat választottak, ami talán azért nem baj, mert három rész alapján jobb és nagyobb több képet tudnak kapni azon nézők, akik még nem olvasták a könyvet, és el tudják dönteni, hogy nem folytatjuk végig az évadot, aztán majd a későbbi évadokkal a sorozatot, vagy sem. A könyvolvasók pedig szintén láthatják, hogy mennyire hű, vagy éppen nem hű a sorozat, azért három rész alapján kicsit jobb képet kapnak. Én egyről csak az első részt néztem meg, és gondolkozok még rajta, hogy most csináljak ilyen részenként bemutatót, mint tavaly a Witcherrel, vagy maradjon a legtöbbször szokásos egyébként évadonkénti bemutató nálunk, egy maximum egy ilyen premier rész bemutatóval fűszerezve. Ez már még kiderül. Minden esetre ma összegezném a véleményemet. Mint könyvolvasó, és kicsit olyan szemmel is, mint egy átlagos tévésorozat néző. Erről az első epizódról, amit mindjárt beszélgethetünk, hogy a könyv az ugye mondhatóan nagyon vontatottan lassúságokkal van teleírva, tehát iszonyatosan vontatott és túlírt. Ezért van olyan sok könyv véleményem szerint, mert legalább 2-3 könyvvel lehet, hogy kevesebb lenne a 14 plusz egy előzmény helyett, hogyha ezeket a sallangokat lenyesnénk. És ez nagyon tetszik, hogy valószínűleg az első rész alapján azt látom, hogy a sallangok jó részét lenyesik, és nem tolják el feleslegesen annyira a dolgokat, amennyire kell. Ez ilyen szemmel tök jó, hogy olvastam a regényt, mert ennek a regénynek ez az egyik nagy negatívum a véleményem szerint a regény sorozatnak. És láthatóan a törekvés az, hogy ezeket lenyessék, ezért terveznek 8 évadra szerintem, és nem 14-ra, mint a hány könyv van. Ami nem egy baj, véleményem szerint. Viszont aki nem olvasta a könyvet, és ilyen szemmel nézzük az első epizódot, akkor ez egy in medias res kezdés, egy azonnal bele a közepébe, és a legtöbb dolgot meg sem magyarázza. Gyakorlatilag a legvégére kapunk pár infót olyan nézőpontból, hogy azok is megértsék egy picit, de csak egy picit a történések hátterét, illetve a világban levő dolgok rejtelmét és mikéntjét, akik nem olvasták a könyvet. De nagy részt az első epizód ehhez nem nyújt nagy segítséget. Tehát ez tipikusan egy olyan sorozat lesz, amely már más sorozatnál is látható volt, hogy legalább ez a 3-4 rész kell lenni fog arra, hogy azok is belehúzódjanak a sorozatba teljességgel, és megismerjék és megszeressék igazán azt, akik nem olvasták a könyvet. Tehát ez egyszer egy pozitívum, meg egy negatívum véleményem szerint. Az nagyon tetszett viszont, hogy rohadtul könnyű volt szerintem. Annak ellenére, hogy én a trailer alapján nagyon tartottam tőle, hogy nem lesz az a sorozat, meg a készítők is elmondtak, hogy lesznek változtatások, ez minden adaptáció esetén szinte jelen van, de az látható, hogy a fő sztori szál az egy kicsit tér csak el, tehát nagyon minimális, gyakorlatilag egy az egyben ugyanaz. Tehát ahogy mondjuk a Harry Potter sorozatnál volt, hogy sajnos elég sok mellékágot kihagytak, meg nagyon jó részeken, de a fő szál azért maradt is, minden úgy volt, ahogy a könyvben. Na itt is körülbelül ez a helyzet véleményem szerint. És ez rohadtul tetszett, és az is, hogy a casting az nagyon jó lett, nagyon jó a szereplők gárdája. Még azokkal is nagy részt eddig megbarátkoztam, akikkel előzetesen egyáltalán nem. Mint Rándot alakító színésszel például, vagy féltem, hogy mi lesz Perinnel és Mattel, de szerintem tök jó. Tehát ez az, amikor megnéztem az epizódot, és azt láttam, hogy a színészek jók. Lehet, hogy külsőleg kicsit furcsák voltak, mert meg kellett szokni. Egyébként túl modernek voltak külalakra. Hajuktól kezdve öltözékek, stb. De viszont az alakításuk meg tök jó. És legtöbbször azt látom sokszor, hogy mondjuk a külsőségekben egész jól teljesít az adott sorozat, viszont gyatran a színészi alakítás. Most például egy kicsit így előre foreshadowingolva, vagy az angol mondanát, így előre vetítve az alapítványnak a felét megnéztem az évadnak, és ott például azt érzem, hogy nagy részt egy-két színész, pár színész kivétel, olyan 3-4 színész kivételével eléggé gyenge színészeket találtak, főleg mellékkarakterek tekintetében. Itt pedig azt éreztem, hogy még a statiszták, meg a falu egyszerű lakói is tök jó ki lettek válaszva. Tipikusan azt hozták, amit kellett, az átlagos falusi életet mutatták be nekünk itt ugye folyó közben. És Elmond mezőn, és ezek a mellékkarakterek is, akik csak szinte statiszták voltak a háttérben, és tök jól hozták azt a feelinget, és azt a
szerepkört, amit kellett nekik, hogy egyszerű kovácsok, parasztok és zenészek és ott élő falusiak. És akkor utána átmegyünk a mellékszereplők, akik szintén nagyon játszottak, ott például a Randapja, akit ismerhettek, ugyebár a Trónok harcából főleg, Rossz Boltonként, Bolton House jó sokáig vezetőjeként, és ott igazán megutálhattuk, viszont tökre megkedvelhettük, mint Randapja, és elsőre alig ismertem föl, csak abból a beállításból később, amit már trailerben is láttunk, egyébként föl sem ismertem, hogy ő játssza az apját Randnak. Tehát az ilyen szerepükre is gondolok, hogy például Matt szülei, akit sokszor csak pillanatok látunk, de azt látjuk, hogy itt nagy családi dráma van. Az alkoholizmus az beférkőzött a családban, és ilyen apróságok tényleg, és mind a Matt, vagy Matt, akinek már előhoztak ezt a szerencsejátékos énjét egyébként, amit a könyvben is láthatunk. Bár itt egy kicsit loserebbnek éreztem annál, mint amit ott látunk, bár ott is látjuk a fejlődést majd, és valószínűleg itt is, etéren. És láthatjuk azt is, hogy Perrin egy eléggé komoly, érettebb fiú a többiekhez képest, meg már van felesége. Bár érdekesen erre nem is emlékeztem már. Jó, egy éve olvastam azt az első könyvet legalábbis. A negyedik könyvig jutottam, a 14 plusz 1-ből, és nem emlékeztem, hogy van felesége. És arra sem emlékeztem, ami történik a feleségével is vele. Nem tudom, ez nem egy újdonság, amit belevittek, de majd utána kell néznem. De esetre jól hozták, az ő szálukban is volt egy kis dráma jelen, és emellett pedig egy ilyen jó nekiinduló családi élet kezdetének lehetősége, amit egyébként a trallokok, legalábbis az egész falu tekintetében megtörnek, és a felénél, 3/4-én a résznek gyakorlatilag dúlás-fúlás lesz, és a trallokok, az itteni idézőjelben orkok, bár ne tekintsük annak őket, lezúzzák az egész falut, amit egyébként teljesen felépített a stáb, kőből, fából és minden természetes alapanyagból, nem poliszterénből, mint a legtöbb sorozat esetén, vagy film esetén, még a Gyűrűkorában is régen a poliszterénből csináltak a legtöbb dolgot, bár rohadt élethűen, mert nagyon tehetséges volt a csapat, nem jelenti kapott a kellékes részleg és a CGI, tehát a számítógépes rész is, vagy részleg Oscar, de azért mégis poliszterén volt, itt viszont rendesen megcsináltak fából körülbelül, mondjuk azért is talán még plusz, mert ugye hát a történet szerint is leég a falu jó része, és hát a fának égnie kellett utána. De ez is tetszett, hogy ennyire figyeltek az apróságokra, ezért volt olyan hitelesnek tűnő a falu tényleg, mert hát hiteles anyagokból is épült, és elég nagy méretű volt, tehát volt a főtér, volt a kocsma, volt egy lakó részes felépített rész, akkor volt egy erdőszéli rész, ahol randék laktak, ahogy egyébként a regényben is megemlítették, hogy ők közelebb laktak az erdőhöz. Tehát ez is tetszett, hogy rohadtul próbált hiteles lenni, ilyen szempontból. A karakterek közül, főleg a lányok leptek meg, mert talán még azok voltak a legjobbak, tehát Nynaeve, illetve Egwene, alakító színésznők, Zoe és Madeline tényleg tök jól játszottak, pedig aztán belőlük nem néztem ki talán a legkevésbé az egyik ugye fiú Perrinen kívül, hogy na itt aztán jó casting lesz, tehát ez mutatja azt, hogy színészileg ezek a karakter, vagy ezek a fiatal színész tehetségek tényleg tehetségesek voltak. Külsőre elsőre furcsa volt, mondom, amikor még az előtteseket néztem, mi lesz ebből, aztán egyelőre az első rész alapján pozitívan csalódtam, de hát sokkal több feladatuk lesz annál még, amit láttunk abban az epizódban. Szóval az epizód egyszerre belöki az ajtót, szó szerint is, de nem is egyszer, főleg a második felében, de általában nézve a könyvetlen olvasókra rálöki az ajtót, és alig ad új információt. A világra nem csak így belecsöppentek szépen azonnal invadiászor ezt a történésekbe és ebbe a világba, viszont azt hallottam, hogy a másik, harmadik rész szépen lelassul és kifejti a dolgokat, amikre itt sokszor csak utalnak, úgyhogy ez egy jó jel azoknak is, akik nem olvasták a könyvet. Nagyon tetszett a látványvilága még az első epizódnak, hogy a negyedik volt. Én azt hittem annó, hogy az előszösek alapján ez a varázslat, ilyen tök egyszerű, már ezerszer látó dolgok lesznek, de nem, hanem ötletesen lett megdizájnolva és megvalósítva. Na, ezt is régen láttam, talán csak egyébként a legendás állatok és megfigyelésük egy-kettőben láttam egyébként ötletes varázslatokat Rowlingtól, azért tőle jó pár a Harry Potter esetén is nagyon sok egyedi dolgot kaptunk, és itt is azt éreztem, hogy végre valami új, valami egyedi
Én minden nagy sorozatban volt valami egyedi, akár a Jürgen a Harry Potterben, itt is, Trónokharcában valami egyedi dolog, ami máshol nem így vagy úgy lett akár megvalósítva, még akkor is, hogyha mondjuk ugyanaz a dolog szerepelt, most csak mondok valami, hogy például a sárkányok nem olyanok voltak, mint a Potterben, a Trónokharcában, stb. A Jürgen, hiába mindig be sárkány volt, de mindig valamitől egyedi volt, és nem csak a kinézetükre gondolok egyáltalán, hanem a karakterük, jellemük, viselkedésük, az, hogy kivel, hogyan, miért kapcsolatosak, szóval nagyon sok minden máshogy volt teljesen, és amiért hiába volt ugyanaz a lény, mégis képes volt egyedivé válni egy újabb sorozatban, és itt pedig a varázslatot éreztem annak, hogy teljesen ilyen egyedi módon volt ábrázolva, és nagyon jól használják a már az előző videómban említett ugye háttér, illetve érdekességek tekintetében az időkerekkel kapcsán, hogy ugye tudjátok, hogy öt elem van, amit tudnak használni az Aes Sedaiok, az itten úgymond idézőjelben varázslónők, de ne egyszerűsítsük le őket ilyenre, mert ők nem csak azok, hatalmas politikai erejük is lesz, hogy itt említik az első epizódban, és ezt majd ki fogják valószínűleg vesézni is később a regényben. De a lényeg az, hogy a mágiájukat ötletesen van valósították meg, mert felhasználják a különböző elemeket, legyen az föld, kő, az ég, ha éppen vihar van, akkor a villám, a tűz, a levegő és egyéb, tehát mindenféle, és ezt mutatják is, tehát ezt lehet látni. Vagy a színekben, vagy konkrétan érződik, hogy a körülött álló felhasználható energia és erő és nyersanyagforrást, hogy használja föl a fonatokkal, ugye ezzel a... Jaj, a Will akartam mondani hirtelen nektek, tehát ezekkel a... Ennek is... Ezekkel a... Akartam mondani nektek hirtelen, de most nem üteszem be magyarul, basszus. Gyakorlatilag ezek a szövetek segítkeznek neki abba, hogy előhozza magából az egy hatalom energiáját, ja, amit szintén nem veséznek ki, és ezt sem említik, hogy ott van az az öt elem, a tűz, víz, levegő, föld, és egyébként a lélek, ami főleg gyógyításra vagy éppen sebzésre használódik. Tehát ezeket használják, ezért van öt ágya, illetve ennél aztán több is van, de alapvetően ez az öt Aja, akikről még nem beszéltek, ugye ezek a különböző, hát fogalmazhatnánk így osztályai, házai, csoportjai, típusai az Aes Sedaioknak, mert ezekről később képet kaptok. Igazából több is van, mint öt, csak igazából mindegyik fókuszra egyben, az egyik az inkább a földmágia, illetve, vagy hát földmágia, tehát földfelhasználása, illetve gyógyítás, képezik a fő elemüket. A mások a pusztítás, de a gonoszok ellen természetesen, és a hamis sárkányok, illetve a férfi, idézve Aes Sedaiokat akarják elkapni, hiszen ők meg vannak romolva, rontva. Ezt épp, hogy csak említik itt ebben az első epizódban, de mondom, hogy ki fogják jobban fejteni, hogy értsék azok is, akik nem olvasták a könyvet. Ez a piros ágyzsák, van a kék, mint a Moraine Sedai, aki, ha jól értem, ilyen kicsit nem te szürke gondolat, tehát ilyen kalandozó, különböző helyeket, emberkéket segítő, illetve az igazi sárkányt megtaláló koszt. Ugye erről úgy ideje tudnak proficiákban, hogy lesz egy új sárkány. Az a sárkány, aki a világtörést okozta, itt is csak így, hogy említik még, és emiatt van az egyik, hogy megvetik, mert hiába hozott jót, egy pillanatig megállította a sötét urat, de részben ugye, világromlást is okozott. Ezért félnek az újtól is, aki újjá született valakiben, és annyit tudunk ebből az öt fiatal közül valamelyik. Amikor regény volt, az is egyértelmű az arany, hogy milyen nemű, itt úgy csinálták meg, hogy ne legyen egyértelmű, hogy milyen nemű, tehát ott még jobban le volt szűkítve, ez egy ilyen kis újdonság itt a sorozatban. És ezért tartanak az új sárkánytól, illetve a hamis sárkányoktól, akik ugye kiderül később, hogy hamisak, de mindenféle erőfeszítés, néha a hadseregnyi erőfeszítést tesznek annak érdekében, illetve hívők szerzésében, hogy akik hisznek benne, és tényleg azt gondolják, hogy ő a sárkány, erről is lesz nagy szó későbbiekben, ezért félnek ezektől, és hát ugye Moraine-nek ezeket, vagy ezt a sárkányt kell felkutatnia. Egyébként az a Moraine Sedai, akit Rosamund Pike olyan jól alakít, hogy nem tudok mást elképzelni, tényleg, ahogy a legtöbb külföldi kritika is mondja, én könyvolvasóként sem tudok mást elképzelni, most már gyakorlatilag csak őt, és nagyon jól játssza Len is az őrzőjét, és annyira jó, hogy itt most képekben vizuálisan látszik, hogy ő miért őrző. Mert a könyvben ez nem mindig volt a harci leírásokban totálisan egyértelmű, csak annyiban jó, jó harcol és védekezik, és mit tudom én. De itt konkrétan őrzi és védi Moraine Sedait, és gyakorlatilag körülötte üti le a közeli ellenfeleket, mert Moraine Sedai általában távoliakat eléggé gyorsan lehet ugye valamivel intézni, a föld erejével, vagy éppen a vihar erejével, vagy a tűzzel, stb. Ahogy ezeket a forrásnak, illetve az egy hatalomnak a szöveteit használja fel. És itt remélt a szemben, hogy említették a könyvbe basszus, de akik olvastak, úgyis ők talán jobban tudják most, mint én.
De lényeg az, hogy ezeket felhasználom, nagyon jól le tudja gyűrni az ellenfeleket. Úgyhogy érdekes, hogy az enyészt, akit épp csak említenek, nem láttuk még csak egy pillanatra, pedig a trailerből lejött, hogy később még fogunk vele találkozni. Kicsit annak, mint az irányító mások. A másoknak úgymond idézőjelben a parancsnokai távolnokai, és ha jól emlékszem, hasonlóan működnek egy kicsit, hogyha megölik őket, akkor a követelő trakok, ha nem is halnak meg azonnal, de elmenekülnek, legyengülnek, ilyesmi. Tehát de most ebben nem vagyok teljesen biztos. Úgyhogy csak egy pillanatra láthattuk még itt. És általában a látványvilág a sorozatnak nagyon jó, mert iszonyat szép Szlovénia, a szlovéniai Alpok, illetve az osztrák Alpok, ahol forgott a sorozat nagy része, illetve Prágában, ahol pedig a stúdió, illetve gondolom a versenyjelenetek nagy része forgott. Én voltam Prágában, részben Szlovéniában, Bledben, illetve kétszer is Ausztriában rohadtul, hát csodaszép, csodaszép helyszínek vannak. Rokonám is sokszor járta már kirándulás egymászás okán is. Nem tudom, nem a közelébe voltunk ezeknek a helyszíneknek. De nagyon-nagyon szépek, és nagyon sok tájkép, természetesen kép jelenet van a filmben, ahol láthatjátok a csodálatos Alpokat és ennek környékén. És az is olyan tetszett, ahogyan próbáltak bemutatni a környéket, a falu kultúráját, a javasasszonyok munkakörét, illetve az, hogy milyen felelőssége is jár ez. Azt is, ahogyan Egwene-t beavatják, hiszen itt már az elején kiderül, hogy Rannak van úgymond ígérve, és hamarosan összeállásot adnak, hát gyerekkoruk ott szeretik egymást is, egymástok vettek úgymond ígérve is, és ezt is így, hát úgy, ahogy bemutatják, ez is tetszett. És aztán, amikor ez a légkör a pozitívnak hat, és minden békés és kedves, akkor törik meg a trallokok az egészet, szóval végig van egy olyan ilyen leszámolós, meg ilyen lerohanós rész, ami sokszor egy-egy, főleg első évadok esetben mindig csak a végén foglal a helyet, szóval ez is egy újdonság talán a sorozatnál, itt már az elsőnél tényleg beindítják a rakétákat és a tűzijátékot. Jó, persze valószínűleg ennél sokkal nagyobb dolgok lesznek, hogy a könyv alapján, meg várhatjátok is, de ahhoz képest, hogy ez most indult ez a sorozat, tényleg egy ilyen eléggé akciódús rész. Az viszont nem miatt, hogy ennyire kapkodó és immediászer ez a rész. Ez a negatívum, hogy a könyvet nem olvasóknak, hát ki kell tartaniuk a további részekre, mert nekik ez egy katyvasz is lehet bizonyos esetekben véleményem szerint. És tetszett a zenéje is a résznek. Én azt hittem, hogy Lon Valfe nagyon sok ilyen dal átítatott soundtrack-e, ami kiderült, hogy az nem csak azzal van, mert több soundtrack is kijött az első évadhoz. De vegyét is foglal a szimpla soundtracket, tök jól működött a megfelelő helyzetekhez, jelenetekhez. Úgyhogy mind a kórusos részek, mind a klasszikus zenei részek kellően jók voltak, de Lon Balfe a bizonyított számomra már Terminator Genisys-be is eléggé tetszett a soundtrack-je, ugye 15-ben, illetve a Assassin's Creed 3 2012-ben a játékzenéje is jó volt, és hát nagyon jó volt szerintem a His Dark Materials, a Sötét Úr anyaga, és Sötét Úr? Az Úr Sötét Anyagai című sorozatban is jó volt a zene, amit meggondolom az utolsó záróévadát jövőre szintén ő csinálja. Aztán itt lesz neki ez az új sorozat, jó pár évadig, de kellően jó volt, úgyhogy nincs vele problematika, nagyon tetszettek a hanghatások is. Tetszett az is, ahogy néha ilyen vágatlan képsorokat mutattak be nekünk, vagy legalábbis annak tűnő ható képviselőket, amikor valami akció volt. A shake cam, ugye a kézikamerával rászkodó kamera, az nekem továbbra sem nagyon tetszik, ezt nagyon sokan kritizálták, én is így vagyok vele. De egyelőre olyan sok nem volt véleményem szerint, gondoltam volna, és voltak benne mondani ilyen vállalatlanabb jelenetek is. Azt mondjuk annyira nem tetszett, hogy amikor a trallokoknak támadták a falut, akkor egy kicsit ilyen néha voltak olyan jelenetek, amit tudjátok, a háttérbe állnak, az ellenfelek is csak így egy helybe állnak, és nem támadják meg az adott karaktert. Az egyik karaktert meg hirtelen elvitték, ami szintén azt hiszem nem így volt benne a könyvben, és azt mondják, hogy elvileg meghal, de én azt nehezen hiszem, ennyit elárulnék, mert a könyv elég sokáig ér, úgyhogy ez max azoknak lesz érdekes és becsapós, akik nem olvasták a könyvet, engem nem tudnak ezzel átverni. De hát ez van. Az is tetszett, hogy volt eleje, közepe, vége. Nagyon gyorsan kezdődött, de mégis tudtak csinálni egy eleje, közepe, végi rendes epizódot. Ez még külön nézve, építve is egy rendes epizódot tesz ki. Szinte, hát érződik, hogy kell hozzá persze majd folytatás, de külön is működik, ami manapság nem mindig jellemző egy csomó sorozatnál. Sőt, úgyhogy annak ellenére, hogy egy első rész külön is tök jól
élvezhető, úgyhogy egyelőre én nagyon pozitívan állok hozzá a Wheel of Time-hoz, sőt, egyelőre jobban tetszik, mint az alapítvány, aminek szintén megvannak a pozitívumai, majd azt is ugye bemutatom, ha végignéztem az egészet, még csak 5-6 részt néztem meg, és azt elmutatom, hogy egyelőre ez egy kicsit csalódás, pedig nagyon sok pozitívummal is indult, de egyelőre egy nagy csalódás. Ennek ellenére nézni fogom tovább, és valószínűleg a másik évadot is majd, de ott egyre nem éreztem egy ilyen jó induló löketet, bár ott is a pilot epizódot tetszett talán addig a legjobban. Remélem, itt nem ez lesz a helyzet, mert ez az első pilot vagy pilot epizód, ez ígéretes volt itt is, és én bízok abban, hogy továbbra tartják ezt a szintet legalább, sőt, még jobban kifejtik a dolgokat, és ha már a kifejtés és a hálószövés, illetve hát szövet-szövés, hát az intrója is ötletes a szériának, ugye ezt csak a YouTube-on láttam, mert a másik résztől kezdve van csak intro, érdekes mond, és akkor felrakták a YouTube-ra, és ötletes volt, hogy ilyen, hát ahogy szőik a fonatokat, a ruhákat, illetve az idő szálainak szövése, ez is így jól meg van jelenítve, és láthatjuk a különböző Aes Sedaiok csoportjait, ugye, ha mondtam, a piros ágyzsár, a zöld, a kék, fehér, van fekete is egyéb iránt, mondjuk nem a toronyban, mert azért fekete, hogy ne ott legyen. Kitaszított Aes Sedai igazából, akik átadtak a sötétebb oldalra, és hát van még, azt hiszem a barna, igen, barna Aes Sedai, még jó pár kék, és a többi, és ezeket a csoportokat láthatjuk, illetve egy képviselőket, szépen megrajzolva, ilyen középkori feelinggel, ezt tetszett, ahogy így megvalósították, és közben megy ugye a Lone Buffe soundtrack-en, ami itt is használ egy kis ének, per kórus hangot, amit szeret használni a His Dark Materials sorozatban és az új sötét anyagaival. Úgyhogy nekem az intro is tetszett, ez a tipikus egy másfél perces, megfogta a sorozatnak a lényegét, illetve kicsit művészi is volt, annyira, amennyire pont kellett. Ami még tetszett, hogy 50 perc és 1 óra között vannak a sorozat epizódjai egyelőre, úgy néz ki, tehát ez pont jó. Ha majd kell, lehet, hogy növelik akár úgy, mint a Trónok harcán az utolsó részeknél másfél órásra, de jelen pillanatban az egy óra szerintem pont kellő játékidő. Úgyhogy egyre meg vagyok tehát elégedve, tetszettek a harcok is, azok legalábbis azok a részek, ahol nem kapkodták annyira a kamerát, amikor volt cardfight, akkor volt, és ez jó volt, ebből kérünk majd még többet, illetve a varázslatokból is kérünk majd még többet. Ilyen vagy még sokkal jobban megvalósított módon, hogy ezt az egyedi varázslási módszert, ahogy felhasználjuk a köttünk lévő energia lehetőségeket, hát mintha az erőt használnak, tudjátok, ott is ugye magyarázzák ezt, hogy felhasználjuk a világban lévő energiákat és energiaforrásokat. Itt is kicsit ez a helyzet, csak itt megvalósításokban jobban érződik és látszódik a dolog. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy folytatódik majd a főszereplőink kalandja. Hát ez egy olyan kaland, ami életveszélyes kaland. Mondjuk aztán teljesen értem, ennyit mondanék, hogy ott ugye volt ez a trallokra rohanás, az anyám spoiler, megnézitek, az előttes benne van gyakorlatilag. Az előttes nagy rész egyiket az első epizód, ezt hozzátenném. És miután lerohanják a falut, hát nem sok minden marad a faluból, sokan meg is halnak persze. Nem igazán értem, azt úgy tűnik, mintha ott maradnának a lakók. Hát én ebben az esetben onnan hagyját homlok menekülnék, hát lehet, hogy ezt megmutatják a második epizódban, hogy azok elmennek-e vagy sem, mert egyéb iránt a trollokok ugye főleg ezt a négy fiatalt követik elviekben, de hát mégis arra felementek, szóval ez egy kicsit furcsa volt viszont. Ugye vannak ilyen kis baklépései azért egyelőre a soroznak, meglátjuk, hogy ezeken van javítani. Kíváncsi leszek a fehér köpenyesekre, aztán a másik vagy a harmadik részben vannak állítólag, bemutatva, hogy az Aes Sedaik is jobban. Ezekre mind kíváncsi leszek, úgyhogy én itt akartam mondani, hogy az első epizódra egyelőre tetszetősnek néz ki a sorozat, úgyhogy mindenkinek ajánlom, legyen veletek is az idő kereke, forogjon úgy, ahogy nektek tetszik. Sziasztok!